az vállalhat diákmunkát, aki betöltötte 15. életévét és nappali tagozatos. Aki felsőoktatásban tanul és nem nappali tanrendben, az pedig passzív fél év esetén. A lehetőségek pedig igen szélesek. A nyári időszakunk az mindig egy picivel színesebb, bővül az évközben elérhető munkalehetőségek listája, ilyenkor nem csak már a kereskedelemben, a vendéglátásban vagy a gyártószektorban van lehetőségük a diákjainknak a melódiákon keresztül a munkavégzésre, hanem elérhetőek akár a mezőgazdasági munkalehetőségeink, strandokon, fürdőkben is dolgozhatnak. A mai generációra tekintve bíztató, hogy az elmúlt évekhez képest nem csökkent a jelentkezők száma. Sokkal nagyobb érdeklődő szám van, és sokkal korábban érdeklődnek már a diákok, hogyha kimondottan mondjuk csak nyáron szeretnének munkát vállalni. A szekszárdi Garai János gimnázium tanulója Vörös Anna Fédra számára nem ismeretlen a munkavilága. Idén lesz harmadik éve, hogy nem tétlenkedik a szünet alatt. Én azért kezdtem el dolgozni, igazából egy kicsit független egyek az anyagi támogatástól, így anyukám még felől, és általában azokra szoktam így félretenni, amit mondjuk meg szeretnék venni, tehát például egy telefon, vagy egy nagyobb ruhavásárlás, hogy ne mindig anyukáméknak kelljen ezt finanszírozni, és vagy pedig félrerakok, hogy tehát a egyetemi éveimre is legyen még valamiből azért gazdálkodnom. Simon Gábor is betáblázta a vakációját, szívesen végez különféle elfoglaltságokat. Tervezek egy tenisztáborba is menni, ott hát egy héten át segíteni kell az kisebbeket felügyelni rájuk, illetve ugye ételt csinálni, meg a pályákat húzni, illetve megyek még karate táborba, ahova szintén barátaimmal megyek, ott is közösségi munkát kell csinálni, kicsit ilyen szervezni kell, meg edzés is lesz, azon is részt fogunk venni, és nagyon várom már ezeket a programokat. A világ sokat változott az elmúlt 10-15 évben. Szerencsére a diákok többsége nem csak szüleire akar támaszkodni, hanem önerőből is megteremtik a nyári költőpénzüket.